1973-ban ünnepelték Petőfi Sándor születésének 150. évfordulóját. Itthon Magyarországon, külföldön minden társaság, egyesület, iskola és a művészek is. Ez a korszak a mondhatnánk valamennyire szelídülő diktatúra időszaka. Fontosnak tartotta Petőfi megünneplését. A kormánytagjai az operaházban díszünnepségen vettek részt, és az ország minden pontján nagy gyűlésekre került sor, így természetesen a Nemzeti Múzeum előtt is. Ha ezeket a képeket megnézzük, amelyek ekkor készültek, látjuk, hogy a közönség milyen élesen elválik a munkásőrök, ifjúgárdisták által elválasztott hivatalos személyektől. Ennek ellenére nagy súlyt fektettek az évforduló megünneplésének. Ennek része volt az is, hogy pályázatot írtak ki művészek számára, Petőfivel kapcsolatos pályázatot, grafikai és aki más műfajban indult festészetet, illetve egyéb műfajokban szobrot is lehetett. Mi elsősorban itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban a grafika iránt érdeklődött az intézmény, hiszen egy nagyon jelentős grafikai gyűjteménnyel rendelkezik. Az akkori neves grafikus művészek, gondoljunk arra, hogy ez egy nagyon-nagyon erős korszaka a magyar grafikának, szinte mindenki részt vett ezen a pályázaton, és ezeknek a műveknek egy jelentős része ide került a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A falon, ha körbenézünk, láthatjuk, hogy Bálint Endrétől kezdve Maurer Dórán át, Csohány Kálmántól kezdve Lenkei Zoltánig, Hinz Gyuláig mindenki készített egy-egy alkotást, természetesen a maga stílusa, egyedi stílusa és kiállása szerint. Sokan nem Petőfi arcának az ábrázolását választották, hanem a mondani valót a szavaiból merítették, és nagyon-nagyon sokan nem véletlenül a nemzeti dal, tehát a Talpra Magyar szövegét, tehát a szöveg és a kép az együtt erősítette magát, egymást, és a Talpra Magyarnak a sorait írta a képére Bálint Endre és Maurer Dóra is, illetve a itt tőlem jobbra látható nagyon fiatal avantgárd művész Tóth Endre is, természetesen ő már egy kicsit átgondolva a saját korosztályának a problémáit is megjelenítve a Talpra Magyar avantgárdként fogalmazta meg Petőfi sorait. Tehát nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a múzeum történetéből is bemutassunk képeket, hiszen 1973-ban a Petőfi Irodalmi Múzeum is egy nagyszabású Petőfi kiállítást nyitott, és ennek a kiállításnak a plakátját az avantgárd művész Kemény György készítette el, aki abban az időben az iparternek, illetve más nagyon is haladó, nagyon is avantgárd kiállításoknak, vagy kiadványoknak, vagy kiállításoknak a látványát, arculatát készítette el. És ez a plakát, ez a raszterekkel, apró darabokra szabdalt Petőfi kép, narancssárga és rózsaszín színben hirdette a múzeum kiállítását hosszú időn keresztül. Természetesen a fotókon az is látszik, hogy ezt a kiállítást Acél György nyitotta meg, akinek a szavait itt fönt a kiállításban olvashatjuk, aki az egyik meghatározó ideológusa volt természetesen ennek a korszaknak, de talán még ő sem gondolta azt, hogy Petőfi neve az akkor fiatal korosztály számára mit jelent, és illetve mást jelent, mint a hivatalos diktatúra képviselőinek, és ebben az időben pontosan Petőfi soraival, Petőfi verseinek a szavalásával vallottak szinte fiatalok, és tüntetés, nem egy esetben ez tüntetésbe torkolt, és a hatalom fel is lépett ellenük, hosszabb, rövidebb idejére bebörtönözték őket, illetve volt, akit az iskolákban is kitiltottak Petőfi versek szavalása miatt. 1973, tehát 72 is már Petőfivel mutatta meg, hogy van erő és ellenállás
ebben a fiatal generációban. És talán ennek az erőnek egy markáns, hogy mondjam, súlyos példája szó szerint is Gulyás Gyulának az Utcaköve, amely piros-fehér-zöldben virít itt mellettem a nemzeti színekben. Beke László felhívására több magyar művész küldött utcakövet, illetve sírkő ábrázolásokat. Ezzel is valamennyire az ellenállást kifejezve Gulyás Gyula ezt az utcakövet itt a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításán is bemutatta, amely azt jelképezte, hogy a múzeum vállalta ezt a fajta erőteljes tiltakozást a rendszer ellen ezzel az utcakővel. Ne felejtsük el, hogy 68 után vagyunk nem olyan sokkal, tehát egy politikai állásfoglalást is jelent.